Rendhagyó módon kerültem én erre a pályára. Egy nagyon egyszerű családból származom. Édesapám kereskedő volt, édesanyám adminisztrátor. A családban senki nem foglalkozott zenével, sőt még azt is mondhatom, hogy egyáltalán komoly zenét sem hallottam a családi házban, de nagyon jó hallású és szép hangú családtagjaim voltak, úgy a szüleim, mint a nagyszüleim. De valószínű, hogy azért a családban volt egy ilyen indítatás, hogy az ének az egy természetes közege az embernek, úgy, mint a beszélgetés, vagy a beszéd. Nagy szerencsém volt ezzel, hogy egy ilyen énektanárnőt rendelt nekem a sors, aki a bennem lévő ösztönös, hát most így lehet, hogy szerénytelennek fogok tűnni, az ösztönös tehetséget nem rontotta el. Hagyta az összes ösztönös hangadási funkciómat, meghagyta annak, ami nem nyúlt bele, nem lett mesterként. Ezért lehetett talán az, hogy mindig azt mondták később is a pályám során, hogy te olyan, mintha nem is énekelnél, hanem beszélnél. Életem meghatározó része volt ez a 15 év. Tulajdonképpen itt készültem fel a profi énekesi pályára. Itt tanultam meg mindent, ami később segített. Nagyszerű kórusvezetőnk volt, idősebb Sapszon Ferenc. Ez nekem zeneakadémiát helyettesítette, mert itt a Gregorián énekléstől kezdve a kortárs szerzőkig mi mindent énekeltünk. Ha megnézzük, hogy az európai régi zenében kik voltak igazán kiemelkedő szopránok, mondjuk a 1980-tól 2000-ig, mondjuk lényegű csak azt a 20 évet, akkor abban Zándori Mária, Emma Kirkby és mondjuk Nancy Argenta mindenképpen az első ötből, az első háromban biztosan benne vannak. Egyébként Nancy Argentával beszélgettem egyszer, aki bevallotta nekem, hogy hát ő is a Máriának a lemezein nőtt föl. Gondolom a muzsikus társaim nevében is beszélhetek. Milyen szerencsések vagyunk, hogy a kottafejeket élővé tudjuk varázsolni, és ezzel hatunk az emberekre. És hát, hogyha már ilyen helyen vagyok, akkor én is azt mondhatom, amit Bach írt a kottáira, Soli Deo Gloria. Isteni a dicsőség. Szerencsés vagyok. Peace.